A piros-fekete körment a szezonban kétszer már legyőzte az Albát, és most is vezetett a meccs elején, de ennél nagyobb öröme már nem volt a továbbiakban. Az első negyedben jól védekezett az Alba, és miután fordított, 10 ponttal is el tudott húzni, gyorsan és pontosan játszva. Az ekkor dobott 30 pont jó alapnak tűnt, de a második negyedben már a körmendiek is odafigyeltek a védekezésre, és ismert fegyverüket, a triplákat is elővéve közelebb tudtak zárkozni a szünetig. Ezt a periódust meg is nyerték a vendégek, szünetben 6-tal vezetett a Davis pontjaira építő Fehérvár. Ami aztán a harmadik negyedben történt, arra kevesen számítottak. Az Alba saját palánkja alatt remekül dolgozva fokozatosan bedarálta ellenfelét, gyors támadásokkal, szép játékokkal elhúzott, és a negyed hajrájában már kifejezetten gálára emlékeztető hangulatban zilálta szét a vasiakat. Minden működött az egyik, szinte semmi a másik oldalon, a körmennek több mint 6 perc kellett, hogy mezőnykosarat tudjon szerezni. Ekkor már 27-tel álltak jobban a fehérváriak, akik között villogott Smith, és remekül használta ki adottságait a palánk alatt a 18 pontos karrier csúcsot elérő Omenaka. 31-8-ra nyerte a negyedet az Alba, ezzel el is dőlt a meccs. A koncentrálás azonban megmaradt, így csak a legvégén Ferenc tripláival tudott szépíteni valamit a demoralizáló különbségen a vendégcsapat. Az Alba játékosai ismét remek csapatmunkát végeztek, összesen 30 gólpasszal szolgálták ki egymást, és végül 97-77-re nyertek. Ezzel a két csapat összevetésében már jobban állnak, de ennek csak akkor lehet jelentősége, ha a továbbiakban is gyűjtenek győzelmeket. Az esély minden esetre megvan a harmadik vagy negyedik hely megszerzésére, 3 fordulóval a középszakasz vége előtt. Már az első fél időben is nálunk volt az előny, volt, hogy többel vezettünk, volt, hogy visszajöttek, hiszen a harmadik negyedben volt egy nagyon jó futásunk, sok kosarat dobtunk gyors indításból, jól védekeztünk, és szinte már ott el is dőlt, végén még visszajöttek, de egy nagyon sima győzelem volt a mai. Idegenben is volt, hogy jó játékot nyújtottunk, de mindenképpen ezt a hazai formát kell oda is átvenni, úgyhogy reménykedem, hogy a következő meccsen sikerülni fog. A következő fordulóban a másik vasi rivális, a Szombathely vár az Albára, szombaton idegenben lépnek pályára Lukácsék.